Sziasztok! Végre kijutottam újra a római partra, és hiszem, olyan boldog vagyok. És már úsztam egyet, majd még visszamegyek egy kicsit. Csak olyan szép most itt a lemenő napfényében ez a stég. Mindenképpen akartam csinálni egy pár felvételt. És itt a Duna. Jaj, nagyon szép a lemenő nap. Csodálatos. És itt vannak a hajósok. És arra van az északi vasúti összekötőhíd. És itt mindenféle érdekes vízi forgalom van közben. És ez annyira hiányzott nekem, úristen. Több mint 6 hete nem voltam itt. És nekem már teljesen beteg volt a lelkem attól, hogy hiányzik ez a hely. Komolyan. Ide még ősszel is jó kijönni. Csodálatos. Nagyon szép. És arra van a Megyeri híd. Az is nagyon szép. Szóval végre kiértem ide. Itt a lábam. Őt is megúsztattam. Most már a csontszíle tiszta. Mert ugye a sípcsontomból letört csontszilánkot, azt benhagyták a lábamban, úgyhogy most együtt fog velem élni, és velem fog jönni ezekre a klassz vízi kalandokra. Itt mögöttem pedig nagyon élénk vízi élet van, bár most ilyen csöndesebb, de nagyon klassz, szóval szuper ez a hely. Ide érdemes kijönni. És a 34-es busz nagyon szépen kihozott. Még egy utolsó panoráma. Olyan klassz ez a hely, komolyan, és olyan közel van. Mennyire vágytam ide. És nagyon kellemesen ringat a stég. Na ja, ez kell az embernek. Ez a szabadság, a kék ég, meg a víz. Legalábbis én embernek, aztán biztos van még más ember is, akinek más kell, de nekem ez a minden. És annyira hiányzott. És természetesen jó lenne ezeket az élményeket így megosztani személyesen is emberekkel, de hát így végig gondoltam, mielőtt kijöttem, hogy esetleg kiérne rá, de sajnos senki sem ér rá olyan hirtelen, ahogy én épp érzem, hogy jól vagyok, és ki tudok menni, mert délelőtt még nem voltam benne biztos, hogy ki tudok jönni. Aztán aludtam, és utána fölszerelőcködtem, és eszembe jutott, hogy jaj, ki tudja, hogy még meddig lesz szép idő, most érdemes kimenni. És egyébként nagyon elgondolkoztam a sport és a spiritualitás kapcsolatán, mert nagyon sokszor szidják spirituális vallási emberek a sportot, hogy az így nem jó, mert nagyon a testre koncentrálunk, de igazából a testünk meg a lelkünk összefügg. És ami a testnek jót tesz, az sokszor a lelket is építi. És pláne a sport, hogyha nem viszik túlzásba, meg hogyha nem egészségtelen módon csinálják, megmutatok egy szép repülőgépet, ez itt van. Tehát is van, ott van. Tehát, hogyha egészségesen csinálják a sportot, meg örömmel, akkor az jót tesz az embernek. Igazából a mérték az fontos, nagyon. Hogyha valamit mértékkel csinálunk, észszerűen, akkor az jót tesz. És persze ez teljesen egyéni, tehát nem lehet ilyen általános dolgokat ráhúzni emberekre, és elvárni, hogy mindenki ugyanazt élvezze, mert mindenkinek ugyanaz legyen a jó. Mindenkinek más sportág vagy tevékenység az, ami jó. Úristen, hogy hintáztatja! Nagyon hintáztatja ez a hajó. Hú, ez nem semmi. Mekkora hullámokat csinál.
Szóval mindenkinek megvan az egyéni öröme és sportága, amit szeret. Szombaton a fiamnak volt egy boxmeccse, és nagyon izgalmas volt a boxmeccs, életemben a második boxmeccsét láttam, és nagyon el is gondolkoztatott, hogy azon túl, hogy a boxolók ugye harcolnak, és két fizikai test összecsap, de rengeteg gyakorlati tudás is szükséges hozzá, meg jó reflexek, meg koncentráció, meg odaszánás, meg áldozat. A sport az nagyon sok áldozatot követel. Hogyha az ember kijön például ide úszni, akkor az gyönyörű, meg egy klassz teljesítmény, de hosszú évek tapasztalata van benne, hogy én ezeket a teljesítményeket meg tudom csinálni. És hú, hogy mozog ez? Nagyon mozog. És nagyon fontos, hogy teljesen tisztában legyek. Tehát iszonyatosan kell fókuszálni, mikor megyek be a hideg vízbe, hogy hűtöm le a testem, hogy mozgok, hogy veszem a levegőt. Nem lehet csak úgy nekiszaladni a hideg vizeknek. És nagyon jót tesz az idegrendszernek, meg hát mindennek. Most nem vagyok így a magaslaton a beszédet illetőleg, mert még mindig nagyon a hatása alatt vagyok az úszásnak. Itt bementem egy helyen, és körülbelül... körülbelül ott, ahol a kutya szalad. Na, ott van a cuccom, kb. A néni fölött. És onnan bementem egyenesen a vízbe, és onnan felúsztam ide a stégig. Aztán persze nem volt nálam a telefon, vissza kellett menni a cuccomhoz kivenni a telefon. Úgyhogy nagyon, nagyon szép dolog, ha belegondolunk, hogy tulajdonképpen minden sporttevékenységben rengeteg lelki munka is van. És hát, ja, szóval nagyon motiváló. Néha megkérdezik emberek, hogy ugyan miért fut valaki több kilométert, vagy miért úszik, vagy miért biciklizik. Semmi értelme, csak a saját sikerét hajszolja, pedig ez egyáltalán nem így van, mert ez nem csak az illető egyénnek a saját sikere, hanem ezzel a sporteredménnyel másokat is motiválhat, és másoknak is segít. Például ma egy nagyon kedves ismerősöm posztolta Facebookon, hogy valamilyen futóversenyt megnyert, és én régóta figyelem az ő tevékenységét, egy velem egy idős nő, és elkezdett futni, mikor a gyerekei már nagyobb lettek, és sorra nyeri a futóversenyeket, és rengeteget edz rá. Én nem tudok futni, én úszni tudok, és nekem egy hatalmas inspiráló erő látni azt, hogy ő megy és fut, és sikereket ér el, és igazából ez a sportnak a lényege. Nem különálló kis személyek vagyunk, akik nincsenek kapcsolatban egymással, hanem valahogy az egész társadalom az egy ilyen hálózat. Akkor is, hogyha még nem is beszélünk egymással, és sokszor egy másik embernek a személyes küzdelme, sikere, az ad az embernek erőt, hogy ebben a hiába való világban folytassa a tevékenységét. És pont erről beszélgettem egy barátnőmmel, hogy tulajdonképpen olyan hiába valóság az egész élet, mert hogyha így lecsupaszítjuk és belegondolunk, hogy így miről szól, meg mi van, hogy minden olyan múlandó, és mi milyen apró kis alkatrészek vagyunk, de mégis ezek a kis apró emberkék is mennyi mindent tudnak segíteni és változtatni. És tegnap előtt az egyik barátnőm bement a délegyházi tóba, ami már ilyenkor elég hideg. És olyan kedves volt, írt egy posztot róla, és megemlékezett benne rólam, és valószínűleg én inspiráltam, hogy kipróbálja a hideg víz áldásait, és nagyon örültem, hogy kipróbálta, mert azért nem egyszerű egy hideg vízbe belemenni, ahhoz így kell egy elszánás, de nagyon jót tesz egészségileg, és a fiam is mostanában ilyen hidegvizes zuhanyokat szokott venni reggel, és mondta, hogy nagyon jót tesz neki. De persze ezt az egészet olyan szakszerűen kell csinálni, mert amúgy meg nagyon veszélyes lehet, nagyon sok fiatal hal meg attól, hogy hirtelen ugrik be hideg vizekbe, és nem gondolkodik, meg nem tanul erről, hogy hogyan kell a testet szakszerűen lehűteni, hogy annak a jótékony hatása is érvényesüljön. Na ja, szóval
Csak ennyit akartam mesélni, hogy végre sikerült 6-7 bokatörés után kijutnom ide, úgyhogy ez egy hatalmas sikerélmény. Sziasztok, minden jót!